És megint eljött az este, szép jó estét mindenkinek. Pont jókor. Bocs. No, hát megint egy hétfő, megint egy L4, EH. Bajnokság, Formula 1-el, és hát a kvali a száraz lesz, de a verseny az esős. Érdekes, kemény futamunk lesz a mai napon. Itt van velem a partiban Milán és Bence. Sziasztok! Hello! Cső! És akkor indulhat a dobogóért ha tartó csata. Van még 13 perc. Jaj, tényleg, hát akkor lényegtelen, hogy... Aha. Jó, megpróbáljuk. Na nézzük akkor a beállítást. Kopsz a spadlón, átmegy? Át kéne. Hát... Nem. Közepesen megpróbáljuk, ha már mindenki azzal próbálkozik. Ugye jelen pillanatban. Igen. Ja, nem is néztem. Figyelj, gyakorlatilag most van, na jó, azért nem mindenki, de most 5-4 az arány közepes, illetve lágy és közepes keverékeknél. De hát nem érdemes lágyat elhasználni, érted? Na most ma mindegy. Esőbe. Jó estét, Zoli bácsi! Ó, köszönjük szépen a csíreket, csak így tovább. Park Fermé, mehetünk is. Egy full kvalifikáció következik. A kvalifikáció első szakaszában tartunk, ahol 18 percünk volt. Amikor elkezdtük, hogy a lehető legjobb kört megfussuk. Most kijövünk mi is a boxból azért, a biztonság kedvéért. És az a lényeg, hogy a legjobb 15 pilóta jut tovább a Q2-be. Aki kiesik, az meg kell várja a végét. Időmérő végét, és csak azután a versenyben tud csatlakozni majd. Nektek van már miért körötök? Aha. Aha. És lehet menni egymás után kettőt? Én úgy mentem. Már úgy tankoltam, hogy ne. Nem úgy, hanem hogy az ers, az kibírja-e. Kibírta. Szuper. Én beleúsztam kettőt és... 30 alá sem mentem, hanem. Nem tudom, nem hiszem pontosan. Kopsznál a csinget? Nem. Első kanyar a kombináció. Úristen. Jövök.
Ezt kinek mondod? Köszönöm. Mindenkinek. Ja, jó. Úristen, mennyi értek. Maradj ott. Kezi. Lila középső szektor elvileg, bár nem hiszem. Na, két mérkőr után a piros 6%-os csak a legrosszabb. Ne! Á, megindult a hátulja, basszus. Nekem 400-os két gyors körülten. De a közepes. Aha. Hát mire beértem a boxba a bal első 7-es százalék, de... azt már úgysem használom többet, úgyhogy mindegy. Bazeg. Finger 60-as a tábla, csak mondom. Jó, kösz. Bazd meg, mi ez? Valamelyik őtök boxban van? Más igen. Hogy állok? Mi kéne? Szarul, de büszkén. Az oké, hogy szar a helyezés, de... mennyire van veszélybe a továbbításom? Hát... Arni van tőled 6 tizedre. 14. helyen. És ez mennyit ment? 1.28, 8.34, a finger meg 1.28, 2.62. Arni most fog majd beérni, majd kíváncsi vagyok, hogy mit megy. Ez is büzépálya. Hát most pont megjegyét 2 tizeddel. Ja, meg a Da Winkler még ott van. De hát. Riba még nem ment, meg Szolent sem ment még értelmes kört. Riba bent van a lobbyban. Meg az a Dandy. Belépett. Ezt még te mondtad. Ez fight. Amúgy igen, szándékosan tankoltam annyit, hogy tudjak menni több kört is vele, de...
Hát szétkúrtam a gumimat. Kemény lesz ez a verseny. Jó, tehát szarban vagyok. Oké. Okay. Akkor kijövünk. Hát, hogy nézzem, Rivától nem kell félni. Mert? Az első két kanyarról nem sok köze volt a kanyarokhoz. Jó, mondjuk első köre van, gondolom, úgyhogy. Hát lehet, igen. Mennyi a 15. helyen való a köre? A 15. Hát 1.28, 2.62, pontosan megmondom a pályán. És ki ezt látjál, mi? Aha. Fú, bajra vagyok. Ugye elsőből okay. Indulunk. Hát, akkor áll a közepesekön még bejutni, ha a fáradta. Szerintem tök mindegy, amúgy. Figyelj, van. 4 lágygumid. Egyet ellősz, marad 3. Na, de később mennem. Hoppá! Dundi Retire. Igen, az ott egy falazás volt. Hát, de az a baj, ez egy kevés. És már 16. vagyok, úgyhogy nyomnom kell. Bambi, azt mondjuk, hogy volt. Utolsó volt kör nélkül. Utolsó. De már 19-en vagyunk a szerveren, mert Riba megérkezett közben. Már költ is ment. És előttem van, ő került elém? Tizedik, persze, tizedik, aha. Azt a mindenit. Mennyit kéne javulnom? Eddig jó. Egy kicsit elvettem, nem mertem padlón átmenni rajta. Egy felet azért kéne. Jó. Elvid az 2000 fixen meg hozzá. Nem az erdben. Két tizedet javítasz, már benn vagy. Jó, sima. Most jó, megkoptatja neked. Ja. Kis buzi. Ó, kiemelt üzenet, köszönöm Zolikám. Megvan a 12. sőt, 5. helyen végeztünk. 6. 6? 6. helyen végeztünk. Nagyon jó a szemem, azért ez fontos. Solen, Davinkler, Arni, meg a Dundika. Ők estek ki. Davinkler, akkor meg volt az esély, de elhatottam, hogy nyújtott jobbosba.
Hát ez megint az UFO-k vannak előttem. Na mindegy. Most minek örülsz? Minek örülsz? Hát nem hiszem, ennek örül. Hát nézd meg, milyen csapatban van az egyik UFO. Tudom, hogy veled van a... Melyik a dám van veled, azt hiszem. A másik mert fel van. Viszi a haját! Te nem Mercivel vagy, mi baj, mit röhögsz? Ott van. Ha majd holnap leszek Mercivel. De jó, jó lesz jó neked. Csapattársam van. Olyan simán vezeti a bajnokságot, mint a szar. Tényleg? Mhm. Itt egy 20 ponttal biztos, hogy megnézem. Olyan jól elépett Andor. Persze, mindenki kiesik ez, mert folytában dobogós. Ma az is tudja kér. Na jó azért. Mi csipem csak, na. Arra az agyámba kezd megnézni. Na, Monaco után kérlek szépen. 24 ponttal vezet. A Torma Robi előtt. Kispataki a hetedik. Kispataki előtt pedig... Fele annyi pontja van a Kispatakinek, mint a Szandornak. Na mindegy. Zolikám, ilyeneket nem adok át. Ilyen üzeneteket. E4-e a Hamiltonja, persze. Csodált. Az a dányerek nem miért ment ki közepesen? Azt mondja a Zoli, hogy a Rosé az E4-e a Hamiltonja, de hát... Igen. Van benne igazság, de hát akkor is, na. Ó, Aldrig már kint van, megyek utánad, barátom. I'm coming into you, my friend. Step bro. Very, very coming. Come here. Oh no, step bro. No. Nézzük ezeket a közepeseket. Bazzik, de nem miért azon mész, ha hülye vagy? Hát miért? Hát megpróbáljuk. Hát most mi bajunk lehet? De miért próbálod meg? Mert miért? Unatkozzak a boxba, vagy mit csináljak, bazd meg? Persze. Az végig jó, szóval igen, igazad. Annyi lágygumid. Hát de nem baj. Ha jó, én nekem mindegy. Én spórolós fiú vagyok. Nem tudom, hogy mire, de... Hogy a faszból lettek ilyen amatőr, hogy az első délre zónál előtt el tudom betetni ezt a szart. Az ilyen, papa! Nem tudom, jó köre. Hát nem.
Jó van akkor. Nem jó ide már a közepes. Nézd meg. Az amúgy is, hogyha véletlen száraz arra tudunk közepesebb, kb. Fellukhatod magadnak a kicsi vízen. Utolsó szektort. Rozé, mit mondt közepesen? Húha, picit gyorsan jöttünk be a boltba, de akkor próbáltunk megállni. Én örökké kimi maradok, Zoli. Tököm lesz Zsú, vagy éppen Bottas. Szórakozol velem, ember. Na akkor... Tegyünk fel egy friss lányat, tegye fel, engedünk a nyomásnak. Igen, mert a nézői Rozi mit nem közepesen. Mindjárt betolnak a boxba, és akkor megmondom. Az a gyerek az negyedik közepesen. Majd 27 közepe lesz szerintem. 27-2. Na. Az előbb is annyit ment közepesen. Ez egy állat. Én lejjebb nem veszem majd az első szárnyamat. Ennél hova kevesebb üzemanyagot? 3,5 kör, 3 körre, hát. 2-6 elég egy gyors körre. Na, utolsó, a boxba összetünk már hát egy üzemanyagot, viszont... Hát az a 30 méter, az már semmi. De ez a 26-4, az erős. Mik voltak a TT idők? 25-ös vagy 26-os körök? 26-os... 26... Fú, nem tudom már. Akkor Ambi 2 tizedre van a TT-s idejétől. 26-2 volt a neve mellett, arra emlékszem. Ufók, mondom, ufók. Mindegy, hát majd versenyen kiderül. Na. Közvetít van a versenyom? Nincs. Oh. Szóval még nyúlok közepesen. Szóval neki. Eltűnt az 50-es tábla, bazd meg. Ó, Istenem, nem tudom melyik volt az. Első DRS végén.
az baj. Az az. Két, egy használó, mivel lehet két kör menni? Hát, lehet, mi lehet, annyira nem kopik. Ennyit a hát nem kockáztatok. Van annyi. Hát baznak ki fogok esni. Jöjjök. Hű, bazzeg. Az Netzinger volt. Ki fogok esni, bazzeg? Az meg ennyi. Öcsém, így el baszkó. Köszönöm Zolikám, hát elbasztam. De a lelkes csírjaidért hálásak vagyunk. Bazd meg.
27, 3-as egyes szektor. Akkor azért ki lehet ejtni. Amúgy az hihetetlen. Na, fogja. Hát Domi most javítani fog. Eddig úgy néz ki. Hát nem meleg ez. Hát most van 139 ezrednél. Az már elég a Sleepy Jimmyhez. Ribadom is fel 11-nek. Nagyon jó. Csá, Messi. Halló. Humbák uraság. Csöndes humbák uraság van itt most? Hoppa. Hát az és nem marad a faszi, nem hiszem el. A rozé, igen. Hanyadik körbe vagytok? Q2-nek most lett vége. Tényleg? Aha. Még kajak beérnék. Mondtam neked. Sőt, még van időd előtte egy párat még izélni és tétézni. Hát inkább ennék, mert már kijuk a gyomrom. Esős verseny lesz. Akkor nem jövök, igen, sejtettem, beszek. Azért mondtam, hogy nem, még azt, nem hogy baszlak most át. Ennyi után, de... Mondom, nem baszlak ugye, át, azért ezt elmondom. Na jó, hát akkor... Leszel utána finger egy kicsit? Hát úgy van, hogyha ennek vége, akkor leviszem a kutyust, és aztán még nem tudom. Majd meglátjuk. Ja. Egy pár percet tudok még utána lenni. Jó, szóljál majd, ha eldöntötted. Igazából csak beszélni akarok veled, nem... olyan nagy jó dolog. Van, jó van. Ha lesz időd, lesz, ha nem. Kerítünk rá időt, szerintem. Jó van, na jó van, sok sikert. Kösz, kösz, csákolom. Köszi, hello. Cső. Aldrig is bejutott közepessel. Hát igen, azért nem ezen a szinten vagyok. De azért miért érje ki esőnek? Azért mert összetörte? Micsoda, mi a kérdés? Hát, hogy Rozét ki esőnek írja. Igen, mert összetörte. Na, de jó. Hát felejtsd el, Zolikám, a ház az tele van. Közben én válaszoltam Milánnak, és rájöttem, hogy le vagyok némítva. Na mindegy. De. Nézzünk egy ezt a fasságot, hogy mindig kijöhet elém valaki, bazd meg.
Telemetria, oké, okay, jó. És akkor az első pilóta jelen pillanatban a pályán, hát ki más lenne, mint az én csapattársam, Eldrig F. Wist. Kettes rajtszámon az Alfa Romeo versenyzője a felvezető körét teljesíti, miközben mögötte pedig Balogh Dominik érkezik, szintén kettes rajtszámmal. Nézzük, hány darab kettes rajtszámunk van még. Kende is kettes, azt a mindenit. BB nem kettes, BB a 20-as rajtszámmal, de ő a sor végén, mert előtte még ott van Envoy, akinek a rajtszáma pedig, nem tudom kiolvasni, 23, illetve ott van még BB előtt az egyetlen állva maradt Williams is, Carter személyében, aki a 35-ös rajtszámot viseli. Boxból most áll ki Nagy Martin Attila, és MX a házt megmentve még ott van a 8. helyen, és Milán is most már elindult a felvezető körére. Van még nagyjából egy hosszú egyenesnyi időm, meg két kanyar, hogy bekussoljak, addig is nézzük a többieket, hogy hogyan működik alattuk az autó. Addigra kapcsoljunk át, most kezdi meg a gyors körét. Egyelőre szép manőrrel hajtott végig, végre. Hát elég szomorú vagyok. Nem akartam végigbeszélni az egészet, de akkor muszáj lesz. Mi a fasz? Az Aldrig levált egyesig. Aldrig belehibázott az utolsó szektorába. Anvo is. És te még nagyobbat, Bence. Nem, én használt gumin vagyok, kikérem magamnak. A második szektorban 2 tizeddel gyorsabb voltál Anvojnál. A második nézd szektor meg végén. Az elsőt, hogy... Hát mert az jól megy, az első meg az utolsó az nem. Hát a harmadikba kaptál tőle 3-at. Sőt. Hát már azt nem tudom, hogy mit, hogy kell bevenni azt a jobbost azért. Én se. Azért nem vagyok a Q3-ban. Nem, egyébként nekem ajzével van nagyon nagy bajom. Az első DRS-re való kigyorsítással. Milán, az nem rossz egyébként, gyakorlatilag 2 tizedre vagy a 3. helytől. Hát az a baj, hogy vagy ott benne vagy. Nagyon sok időt benne hagytam a körömben. Ez rohadszoros, gyerekek. Az első és a 8. között, tehát Aldrig és Milán között van 4 tized másodperc. Integetek, nézd! Integetek! Integetek? Már nem tudom. Ja, rád kapcsoltam, mondom, bazd meg, nem a pilótát látom, hanem hátulról a kocsit, tehát akkor nem tudom, miről beszélsz. Aztán megláttam, hogy csapkodott föl le a hátsó szárnyat, mondom, hát ez jó, oké. Hát, én integettem. Thank you.
És Carter az, aki már jön is ki az utolsó próbálkozásaira. A Williams versenyzője nem vár sokáig. Valószínűleg ő arra készül, hogy két kört mehessen, hogyha az első körét elveszi véletlenül a játék, ha túlzásokba esik. És senki más nem követi a példáját, mindenki úgy néz ki, hogy az egy körre gyúr. Bár egyébként, hogyha valaki nagyjából 3 percnél hagyja el a box utcát, 3 perc 5, 3 perc 10 másodpercnél, annak mind lesz két próbálkozása, hogyha egész gyors a felvezető kör. Így a boxból kijövő BB Balázs Bencének is ott a lehetőség, ha eleget tankolt. Yes, I am. Hogy kétszer rápróbáljon a kvalifikáció harmadik részének utolsó szakaszában a leggyorsabb kör eléréséért, ami a pole pozíciót érheti. Szólj, Gyula! Szólj, ne, Gyuszi! Szólj, ne, Gyuszi! Palik az Isten, ne szórakozz! Mondjuk ennek már mindegy, hogyan kopik el, az is visszakadni. És akkor nézzük Kártelt. Megkezdi a gyorskörét. Első kanyar jól néz ki, bár hetesben hagyta az autót. Elég magas leszorító erős csomaggal mehet akkor. Nézzük az első szektorát, most fordul rá a DRS zónára. Az egyenes végén pedig nézzük az első szektor eredményét, ami saját magához képest 26 ezred másodperccel jobb. A gép szerint lila első szektor, bár én kételkedem ebben. És ebben a pillanatban a BB is megkezdte a gyorskörét, az elsőt. Szépen kiállnak előle a Ferrari-val, illetve az Alfa Taurival. És közben Carter érkezik a második szektor mérőpontjához. Talán ő hamarabb fog odaérni, mint BB az elsőhöz. Így van, 14 ezer saját magához képest, míg BB az első szektorában 176 ezerrel megy jobbat, mint saját maga. Ekközben MX 53 ezredre elmarad a legjobb idejétől. Carter az utolsó szektorban ér. És nem javít az idején, 6 tizeddel elmarad. Nézzük akkor BB-t. Irgalmatlan tempót diktálva, 227 ezred másodperccel eddig jobb saját magánál. Itt az utolsó kanyar, itt nyerheti magához képest a legtöbbet, mert itt hibázott. Nézzük, hogy fejezi be, 26-27-003. Ott van a negyedik helyen BB, és mögötte érkezik a Haas-szal MX-36-2005. 27-0-25-tel! Épp hogy nem előzi meg Balázs Bencét! Következő... Nem értem egyszerűen. Kár érte, kár érte. Még így is jobb voltál. Ja,
Nem, sokkal több volna. Ó, 1.26.465! Eddig ő a pól esélyes. De nézzük Aldrigot az Alfa Romeo-val. 6000-et, de javítottam. Nem, de. 20.000-et javítottam. Hát, lófasz. Aldrig 2.10 javításban eddig magához képest. Nézzük, hogy sikerül-e még kettőt ugrania a pole pozícióért, az első helyért. 4-es kéne. És mögöttem még Balogh Dominik érkezik. Nézzük, hogy Aldrig mit csinál az Alfa Romeo-val, a kettes rajtszámú Alfa Romeo-val. Most érkezik meg a célegyenesre. 26-3-94-gyel Aldrig ott van a polban. Elképesztő, és... Hát hogy mondjam... Most már tényleg lesütöm a szemeimet. Csapattársam az első, meg a 12. vagy 13. helyről várhatom a folytatást. Na de nem baj. Na az elmény megfogra nem tárgyal. Sokkal szépen. 22.05-kor indulunk, srácok. Tovább. Ógzsa, jól van, ógzsa. Úgyhogy, jaj. Remélem, hogy heavy vet legyen. Az eleje, remélem, hogy inter lesz. Azért a heavy, hát mondjuk a heavy vet is jó, bár... Nekünk jobb lenne, be fogunk ragadni így is. Hát a heavy-nél nehezebb előzni amúgy. Az interre meg egész gyorsan rá szokott szokni a kezem. Meg a lábom. De hát mondjuk teli tankkal azért az kemény lesz nagyon. De én nem állítok semmit összetapon. Maximum, hogyha heavy lesz, akkor fölrakom egyet a szárnyat, és akkor 7-7-tel, de... Aztán gondolok a 6-7-nél. Na remény. Tök jó, szárazon indulunk. Na bazd meg. Igen, mondjuk igen, az 56% az esőre téma az lehet, hogy... Az kemény, hát lesz akkor így. És tudod mi a szar egyébként? Hogy itt viszont, mielőtt a verseny elkezdődik, már nem ír százalékokat ez a köcsög. Tehát, hogy csak úgy kiírja, hogy eső, de hát nem is esik. Hát akkor még jó. Hú. Na most viszont nagyot fog szívni akkor ezzel Aldrig, meg Rosé is. Na itt vagyok. Hallod? Nem nyűzom anyaggal indultak. Micsoda? Nem nyűzom anyaggal indultak.
Nem látom, mikor fog esni, sajnos. Mert én szerintem elindulok fél 51,3, már számos is akkor. Hát én nem kockáztatok. 51,5-tel elindulok. Nem, 52-vel, az a biztos. Ez funny lesz. Bence, te negyedik lettél végül? 6. Mindegy, majd vigyázz, mert a Aldrich közepesen lesz, ugye? Pont nem érdekel. Hát... majd érdekelni fog, amikor... Úgy se tudok jól rajta, nem tök mindegy. Egyszer-egyszer összejöhet. Áááá, ne vicces. Hát de hogy hűtsen vissza a motor, barátom? Bocs. Na, hát én csak gratulnék. Elképesztő. Mindenkinek sikerült megvárnia, hogy én rányomjak. Ez miért nem sikerült két héttel ezelőtt, vagy egy héttel ezelőtt például? Hát mert buzis. Igen? Igen. Jó. Igen? Nem. Igen? Nem. Mi? Hogy? Mi? Gyere, gyere. Ajaj, gyere. Az az ába, az meg. Na, akkor hadd szóljon. Rozé, tizedik közepessel. Padló! Ribadom indul mellőlem 12-ről. Olyan temperature-re lakok mindent, öreg. Beszarsz. Csak még várjunk vele, nem? Talán. Na, mostantól már nem fog tudni üzeneteket olvasni, de köszönöm, hogy írtok. Nem tudom, ti hogy vagytok, az én gumim nem igazán melegszik. Az enyém már meleg. Rányém is. Mivel vagy te? Vettel? Az már elégett volna. Ja, igen, tényleg. Én a két egyenesbe fölmelegítettem, tehát gyakorlatilag. Az én beállításomat használod? Majdnem. Majdnem. Guminyomás? Maradt? Vagy azon állítottál? Fingom sincs. Nem tudom. Teljesen máshogy töltöttem, de nagyon hasonló. És figyeld meg, a játék ki fog velünk baszni, és azok vannak jól járni, akik közepesen rajtolnak, bazd meg. Most mondta, hogy 5 perc és eső. Igen? Nekem nem mondott semmit ez a gyökér. Hát... Jeff, szólalj már meg! A kapcsolatok. Ja, bocs. Hú, de leszakadt a harmadik helyezett ott a első kettőről. Amúgy lett a második, mert ugye? A kendő egy geci. Ne mondjál ilyeneket. De igazából, hát ma soha sietnek.
Miért siessen? Valamint a kendének van igaza. Igen. Igen. Na hát akkor... Hajrá! Hajrá, hajrá! Hajrá. Jó, de megijedtem, hogy bizony kikeresselek. Na már jönnek itt a kapusok, vetődnek. Sleepy Jimmy! Összeakadt ribával. Kártel lekoccolt a Frozenét. Ez egy érdekes volt. Már ezt nem volt lehet, hogy... Ezt komolyan mondom! Fú! Annyi? Most megölöm mind a kettőt. Na-na. Jó, a legközelebb én sem fogok vigyázni, ezt kiforgatom őket, hogy ők engem azt a kőszak. Kit érdekel? Session on the show.
Hát te mi itt le se van? Hát nem hiszem el te. Anyát picsálja az. Remek. Szedd össze magad. De nem tudom összeszedni magam, hát bazd meg, hogyha nem lehet eférni egy kurva pályán, ami ilyen széles, úgy csinálják vele. Én szedjem össze valamit, a kétszer kilőknek. Jaj, bazd meg. Kettő. Esik. Érdekes, ez itt majd azt tud figyelni, bazd meg. Ez hogyan tudjuk nálam, mire? Valami nagyon nem fósan. Román a bíró. Öcsém! Na, nagyon rossz már az eső. Már nem jó. Szóval nem lehet értem sem közlekedni. Aj, faszom, hogy megint velem. Meg semmi nincs veszve.
Az a, hogy DRS van, és nem tudok közeledni. Túlerőlteted, vagy mi a baj? Nem tudom, nem vezetek semmit ilyen. Az vagy még nem vezetek agresszívan se. Szerintem nem áll össze az elmúlt fél év valahogy így. Semmi extrát nem nyújtok, és... Úgy értem, hogy nem vezetek agresszívan, nem csak semmivel se többe. Valamiért nem áll össze, valahogy. Csak a száraz a legjobb gumi. Én most jöttem be Interért. Én is most akarok bemenni, de semmi értelmes a gumi mondja, az a bajom. Na, de még nem esős, mi? Nem. Kérni se tudok a pitbe. A DRS-es kurva isten, faszám. Hozzunk már össze. De jó, baszd meg! Hát Istenem, ezt nem hiszem el! Így tönkre vágni. Ó, ezt meg nem, ezt... Speeding? Milyen speeding? 43 mentem be, ember, nem tudok bemenni. Hát összetépem a magányomat mindjárt. Hát ez lehetséges, bazdmeg.
kurva anyjába. Persze mindenki előttem maradt, de jó bazd meg! Elsőben még lassabban kell menni. Na. Itt vagyok ma, mit kecsap, te barom? És itt vagyok negyedik helyen, 8 másodperc büntivel. Mi a faszt kezdjek? Gyere ki a boxba letölteni azt a maradék 5-öt. Biztos, hogy nem. Hát jó. Úgy is kell még egyszer élni, mert ezek 15 kört nem fognak kibírni. Ja. Szerintem. Szerintem simán. Figyelj, egy interrel... Gyakorlatilag végig lehet menni egy versenyt. Monakóban. Akár. A legtöbb pályán egyébként meg lehet csinálni. Monzában is megcsinálni. Ott nem esélyezzünk. Hát de ott szerintem nem éri meg. Hát van csak egy példa. Hogy én csináltam már végig 50%-os esős versenyt Monzában, Interrel. Hidd el, ez a 14 kör, amit majd menni fogunk versenytempóban, az lóka ki. Ja, nem baj, addig majd valami lesz. Csak el tudunk lógni valahogy. Vagy összetörnek, azt úgy ki kell állnom. Szolent! Az a baj, hogy túl sokan vagyunk, hogy mindenkit azért megelőztessek magammal. Vagy mi? Hajadik vagy. Hogy mindenki megelőzhessen. Negyedik. Ebből még egy top 10 simán kijöhet. Simán. Főleg úgy, hogy azért mögöttem is van. Beninek 3. Na most nem melegszenek a gumijaim. Ti emeltetek az első szárnyon? Nem. Én arra figyeltem, hogy a rozéba nem menjek bele. Mert konkrétan már majdnem megelőztem, mikor bejött a safety car. Nem baj, legalább van egy egészségügyi kioszk szünet, amit a nagy izgalmak közepette. Ki fog jönni? Szerintetek már most? Igen. Végül is együtt van a mezőny. Az a baj, Da Winklert nem úgy ismertem meg, mint aki rátapod az előtte lévőre. Ami van elő, utána a Big Martin Attila, aztán Dánia. Fú, borzasztóan kaptál ennek az őrindítást. Már megyünk. Igen. Én mondjuk bealudtam, de hát ez ilyen.
Megadtam Sleepy Jimmy is. Fú, mora. Tapadás Nuku. Ugyan az ér sem, mint csak a csengőn. Bazd meg, elveszem és kapok egy kurva büntetés. Hát nem hiszem el, bazd meg. Tehát egy fos játék. Elab nézni, bazd meg, hogy mit csinál az ember. Undorító ezt a... Úristen. Hát én mások mögött nagyon vakon vagyok, bassza meg. Pedig Davinclernél gyorsabb lennék, meg akkor egy Szent Kártelnél is. Most tényleg, Jeff, rohadjál már meg! Én kockáztatok. Azt mondta, hogy lassan váltsak át vetre. Nem, most sem. Csak úgy tudom, hogy ezekhez képes pozíciókat nyerni. Veszteni valamit sem 15. helyre. Jönnek ki? Nem. Egy valaki kijött. Arkin. Dust? Itt majd lesz. Aha. Tényleg rohadtul esik már. Na, nem engedsz ki egyből. Carter elfékezte. Jobb. Jobb? Igen, mondom a részidébe, de a Dandinén hozok. Aki még interen kimaradt. Ma meg mi? Ne! Ne! Menjünk én leszek el telefogot. Assza.
Ó, és utolért a mezőny a safety kárt. De jó! Csak lassítson be annyira. Akkor elvileg most nem lesz izé Delta, ugye? Nincsen. Nekem már nincsen egy jó ideje. Mondjuk tapalá sincs. És a nagyság utolsó. Csak most sem jön mindenki. Hát valószínű, igen. Ezt ami nyomhatjuk nekik, ők meg nem. Hát pont ezen a fontos, csak előttem nem úgy néz ki, mint akik nyomnák. Hát én vagyok a legelső itt a bolyban, nyomjuk, mint az állat. Nem, Bence, nem te tartasz fel minket, nehogy azt hidd. Nem vagy ilyen kivételes. Hát főleg, hogy mögötted vagyok. Mögött? Mit kell? Mi? Vagy mi? Ja nem, bocs, rosszat néztem. Itt vagy a boly elején, a követő boly legelején, igen, nem? De a másik alfa itt van előttem. Ja, igen. Azért nem értettem. Pence, ó, hát ez meg lesznek, ne aggódjál. De hát én is még tapogatom a pályásán, és azért nem megyek még új. Jó, hát én utol értem őket. Valaki kint marad. Valaki jön ki, de valaki marad kint. Ha már ők már... nem. MX, Fisfasz, az... mindenki kimarad szinte. Hát... most mondja, hogy Lightning up. Hát a kurva anyád. Jó, ez az esős verseny. Hát ez nem Light Rain, az biztos. Hát majd jön. A Light Raining? Aha. Ó, hát akkor az... ja, hát akkor jó. Az baba. Weather Report. Neki a bajom, abaz. Weather Report. Nem érti ez a buzi. Weather Report. Weather Report. Tényleg nem érti bazd. Legend Reborn. Na most elvileg el is indulunk ebbe a körbe már. Na már, ha. Úristen, Slicky Jimmy tlangol. Imádom, hogy ilyenkor visszafogom úgy. Tök jó. És nem engedsz padlógáztani, hogy hátsó gumit melegíts. Anyád, hogy szakad az esőbe, az meg. Úristen. Én ilyet még nem láttam a játékban, esküszöm. Én konkrétan semmit nem látok amúgy. Na, ez sok minden.
Majd dominál. Csapat másokat akadályozod meg. Ez aztán szakadás. Sokkal jobban vegy, gyerekek. Hányan vannak még előttünk kikeresek? Előttem már egy sincs. Na, senki, jó. Úristen! Ez nem jön laggol. Kicsoda? Happy Jimmy néha laggol. Nem nagyon, de zavaró. Hú, bazd meg.
Finger, ki van mögötted? Itt majd azt. Bünti nélkül. Mennyire? 1-2. Ja, akkor az megvan. Az meg. Mi van meg? Hát te vagy 6-ra, nekem 6 second van. Ha meg gyorsulnom kéne hozzád Kendi. Képest? Hát de nem tudsz, mert amíg le föltart szerintem, mert ő is kap tőlem mindig. Félek, hogy ezzel az égen kap lesz igaz. Itt a light train, gyerekek. Hát de a gumi még nem melegszik annyira, úgyhogy... De mink lennek van bintje? Igen, van, három. Van, háromszak. Hát, az... de benéztem ezt, bazd meg. Neked igen? Van neki nincs. Nincs. Pedig szedhetné egyet valamit. Nem tervezek. Elhiszem. Mondjuk a dubbing így folytatja, aki nem fogja megelőzni a Kendét. Nem is ízét tartja fel a dubbing repet a felsorolt. Szüvigyini. Borzasztóan lassú. Na hagyjál már Jeff, fazd meg. Kende gyorsabb nálad? Nem tudom. Ha nem, mert egyszer följön, egyszer lemarad. Azt attól függ, hogyan lát. De mindegy, mert hogyha elengedem is van 3 szek még hozzám képest. Na? Na. Á, de az undorító! Hát 3 kör van! Lesz egy ugorsak a sprint. Na jó, csak a kérdés, hát elmennek a faszomba. Egyrészt, reduce-don van a safety car, képzeljétek el. Másrészt viszont a nagy kérdés, ugye... Bejöjjünk-e interért, vagy ne? A hülyeség lenne, nem? Hát egy kör van, hát... De hát bazd meg, hát szerettem a normális eredménnyel, bazd meg. Ki az első? A dán gyerek. És van büntie? Van 3 másodperc, de... Geci, hát akkor itt az esély finger, rohadjál meg. Most nem tudom, hogy mit csináljak. Nem élek ki. És se, tök fölösleges. Na mondjuk igen, nem érek fel időbe. Hát a pálya az már szerintem interes amúgy. Inter hát bőven, persze, de... Viszont én mindig nem vesztenék pozíciót. Úgyhogy én megpróbálom. Izé, kijött. Kende is kijön. Kende is kijött, meg a Dán... Davinkler is kijött. Alt az szabálytalan, Sleepy Jimmy. Már lesz egy óvásom.
Szóval a boxoljáratért. Mindenki kijön, beszoktuk. Nekem meg olyan mindegy. Le se szarom, hát mi a f... Menj már, köcsög Aston Martinoddal! Faszt várogatsz itt, bazd meg. Undorító, geci. Ken, de maradjon mögöttem. De a bazd legyen meg. Mondjuk az sem biztos, hogy fölérnek, bazd meg. Hát remélem, hogy nem érnek föl. Most ebben kell reménykednünk. Megelőzzem. Automata DSQ. Biztos? Uh-huh. Igen. Hát figyelj, ebbe a körben nem érnek föl, az már biztos. Box for Inters, anyád. Milánnál elment a net. Nem engedsz el minket, haver, ugye? Hogyha elengedsz, akkor gyorsítsál, bazd meg, mert kezdek ideges lenni. Ne engedj el, ne engedj el, éci! Ne, passz meg! Meg fogunk felérni. Te nem lépték a játékból? Nem enged gáz nyomni a faszi, bazd meg, hát ez mi? Ó, mindenki lelépett a szerverről. Bagos. Hát te estél ki valószínűleg. Nem estem ki. Lehet, hogy a szerverről. Mentek ki be? Most van a... újraindítás. Most engedett gáz nyomni, bazd meg. Két kör, hát azt csak kibírjuk. Na már. De jó. Na gyere már! Úgy! De jó, most 11. vagyok már. Mit csinál? 5 szeket mire kapok? Nézd meg! Hát megint! Jó, mögöttünk messze vannak. Meg tudsz menni, menj ám. Megpróbálom. Menj! Faszomat. Anyád a yellow flag, te faszapok. Hát ez milyen undorító egy verseny volt, bazd meg. Még nincs vége, nyomjad. De... miért kell besatózni könyörgöm? A kurva szád! Persze, még zárjál és rám légy szíves. Jaj, mi ez a féktap, könyörgöm? De nem be se fordul, az van. Istenem, nyomjad már! Nem hiszem el! Menjünk már!
Megelőzött már Amboy? Meg. Hát ez keci undorító. Na ez kamu. Mindjárt lökik egymást? Lökétek ki egymást? Ah! Hát bazen nem tudok befordulni. A kurva anyát, hogy nem tud baléd menni. Jó, hát ezt nem csak fogom annyiba hagyni azért. Szerintem nem volt támadó közelségben Amboy, amikor bejött. Hallod? Hát így is harmadik lettél. Hát jó, de második lehettem volna, bazd meg. Hát én is. Kurva anyát, csak... Egy szabálytalan box utcáthatásért mennyit lehet kapni időbüntetésre? Ez mit jelent, hogy szabálytalan box utca áthajtás? Hát ugye a záróvonalat átlépte. Nem volt rá külön direktíva, úgyhogy nincs büntetés rá sajnos most. 15. bazman. Ja, ahhoz képest, hogy kidobott a játék, szerintem tök jó. Köszönöm Zolikám, harmadik hely megvan, igen, de lehetett volna a második is. Nem tudom mi történt, de megóvom, aztán majd meglátjuk. De a legnagyobb baj nem az volt, hogy megelőzött vagy oda bevetődött, hanem utána még tolt kifelé érted és lekoccol, hogy még jobban lelassulja. Nem tudom, de a játék ez mostában nem adja ki. Dundi. Szép volt Aldrig. Azért ott van a Alfa Romeo 1-3. Szardi rá, dobogó már jó. Hát igen, Zolikám, jó, jó a dobogó és örülök neki, nem azt mondom. Főleg azután, hogy két körrel hamarabb jöttem ki interjér, mint kellett volna. De hát azért mégiscsak fáj, hogy meg lehetett volna a második hely is. Jó, mondjuk, kétszer megforgattak, itt vártam. Szokja ki a vécbe, egész. Na, hát akkor ez volt az E4EH első éles szezonjának második futama. Itt Silverstone-ban egy igazán nehéz és izzasztó futam volt. Az ablakot elfelejtettem kinyitni, úgyhogy én is izzadok, mint egy rohadt ló. Szóval is mondd, hogy szerintem esett az eső így illatra. Úgyhogy, hát értelemszerűen jövő hét hétfőn ugyanígy, ugyanekkor érkezünk majd vissza, ilyen 9 óra magasságában, ahol ugyanis a harmadik futam következik, a helyszín pedig nem más, mint Politimao. Na ott ne várjatok tőlem nagy bravúrt, de majd beleadunk apait, anyait. Köszönöm, hogy velem tartottatok, köszönöm Zolikám a lélekben való velem tartást. És akkor tartsatok velünk hétfőn, és addig pedig elméletileg érkezünk Among Us-szal, Ark-kal, talán egy kis GT-vel, bár az nem biztos. Minden esetre nem hagyunk benneteket a héten, se streamek nélkül. Még egyszer köszönjük, itt voltatok, szép estét, szevasztok!